Hátrahúzzuk a két vállat, orrunkon beszívjuk. Egyre többen járnak gerinc tornára nyírszülősön. Hetente egy alkalommal a Mozdulj Nyíregyháza programsorozaton belül, ráadásul ingyenes is az egészségmegőrző foglalkozás. Az itt élők nagyon örülnek a tornának. Nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, főleg azok, akik ilyen peremkerületben élünk. A résztvevők azt mondják, a gerinc torna főként azoknak hasznos, akik egész nap székhez kötött munkát végeznek, és emiatt akár komoly fájdalmaik is vannak. A gerinc tornával ugyanis megszüntethető a hátfájdalom, és jobb lesz a közérzet. Előtte fájdalmaim voltak, most pedig nincsen. Tehát én szeptember vége vagy október elején kezdtem el, mert eddig csak az Rinyibe volt, tehát nem volt a peremkerületben, én Sóstófürdői vagyok egyébként. A tornát Batta Mónika vezette. A gyógytornász azt mondja, civilizációs ártalom a gerincfájdalom, és egyre több embert érint. Itt próbálunk a lazításra, a deréki szakasznak a lazítására összpontosítani, valamint az összes izmot erősíteni egyben, hogy legyen a gerincnek egy tartása, és ezek a gerincpanaszok csökkenjenek. A városrész képviselője Jászai Menyhért is arra buzdítja a nyírszőlőségeket, hogy minél többen vegyenek részt a tornán. Helyben lehet itt a tornaterembe gerinctornázni, ez egy kitűnő lehetőség a helyeknek, és nagyon-nagyon sokan igénybe veszik. Itt mindig teltházban. Nyírszőlősön csütörtökönként 18 órától lehet gerinc tornázni. Mindenkit szeretettel várnak az általános iskola torna termébe.